Ma készítek nektek egy nagyon finom fánkot, amit mogyorókrémmel, a mindenki által nagyon kedvelt mogyorókrémmel fogunk megtölteni. Ez egy olyan hús, amire oda kell figyelni, természetesen nem hagyhatjuk magára. Na, az olajunk az kellően felmelegedett, úgyhogy el is kezdhetjük sütni a kis fánkokat. Gondoltam bele, hogy egy kis vajat teszek bele a textúrájába, de annyira krémes ez a gorgonzola sajt, hogy vétek lenne. Ja, de szeretem a csőben sült kartyolt, és soha nem csinálok valahogy. Miért? Nem tudom, hogy kimarad az életünkből. Tudod, miért nem csinálom, mert csövesek vagy. Az is lehet. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök a mai Drága Hallózások adásában is mindenkit. Ma készítek nektek egy nagyon finom fánkot, amit mogyorókrémmel, a mindenki által nagyon kedvelt mogyorókrémmel fogunk megtölteni. Na, itt a hozzávalókat elő is készítettem, van itt nekünk fél kilogramm lisztünk, 2 deka friss élesztünk, egy olyan jó nagy csipet sónk, hiszen azért minden desszerthez jó a só, pláne az ilyen keltésztákhoz, kihozza az ízeket. Van itt nekünk egy 10 deka vajunk megolvasztva. Én tejhavajat szoktam használni. Bevallom őszintén, hogy nagyon sokszor van, amikor ugye a kocka úgynevezett sütőmargarint használom, de én a tejhavajjal sokkal jobban szeretem ezeket a keltésztákat, mert sokkal finomabb lesz az íze is, sokkal lágyabb. Én nem nagyon vagyok oda, amikor azt a sütős vajas ízt érzem mondjuk egy süteménybe vagy egy krémbe, azért szeretem inkább a tejhavajat. 2 egész tojás, 2 tojássárga, egy másfél deciliter langyos tej, és van itt nekünk 10 deka cukor, egy bőven vaníliás cukor és sima vaníliás cukor. A fánkot fogjuk hagyományos módon elkészíteni. Az úgy néz ki, hogy az élesztőhöz hozzáadunk cukrot, vagyis hát a tejhez, bocsánat, már itt közben össze-vissza beszélek. Belemorzsoljuk a 2 deka friss élesztőt. Hogyha valaki szárítottat tudott venni, vagy szárított van otthon, az is tökéletesen megfelelő. Úgy, és én mindig hozzá szoktam adni az élesztő felfuttatásánál egy jó nagy kanál lisztet, mert ez még jobban elősegíti ugye az élesztő gombáinknak a működését. Most ezt itt jól elkeverem benne, és utána hagyjuk, hogy fölfusson egy pár perc. Az, hogyha fölfutott, akkor utána pedig a hozzávalókból tésztát gyúrunk, a vaj kivételével, hiszen a vajat akkor fogjuk majd hozzácsurgatni, amikor már a tésztánk nagyjából összeállt. Jó, ez mehet hozzá a só a liszthez, mehet a cukor is, a vaníliás cukor, és a bourbon vaníliás cukor. Én nagyon szeretem a bourbon vaníliás cukrot, van akik annyira nem szeretik, mert hogy ugye ezeket a kis fekete vanília magokat látják benne. Én nagyon-nagyon szeretem az ízevéget is, és azért hozzáadunk egy sima vaníliás cukrot is, mert az nagyon finom, és hozzájön a 2 tojássárga és a 2 egész tojás. És most megvárjuk. Na, így mi. Megvárjuk szépen, amíg föl fog nekünk az élesztőnk futni.
addig pedig szóljon mondjuk egy dal a testvérzenekartól. Volt idő, amikor a veled töltött pillanat darabokra hullott szét egy perc alatt, és az emlékek már rég messze járnak. De azóta valami változott. Te lettél a szívemben az egyetlen, ígérd meg, hogy nem csalsz meg egyszer sem, és cserébe ezt én is megígérem. Olyan jó ez az érzés, szerintem felesleges kérdés, kinek az oldalára állok majd, amikor hív a szerelem. Olyan rossz egyedül látni, szerintem felesleges várni már, szívünket össze kéne zárni, és együtt élünk így tovább. Oda kell figyelni a gácsikra, mindegyik a muzik és azt mondja, de érted bármikor meghalna, aztán a háncad mögött megcsalna. Oda kell figyelni a gácsikra, mindegyik hatudik is azt mondja, érted bármikor meghalna, aztán egy másikért meg elhagyna. Ezek a gágyik tesó nagyon rafináltak, össze-vissza hazudgálnak, mindig variálnak, eléd állnak, abi így szeretlek, úgy szeretlek, a szemedbe bevetnek, a hátad mögött eltemetnek. De tudod tesó, mi sem vagyunk kikik, kihasználjuk őket, mindig eljátsszuk a stricit, és iszik, minden szavunk pedig csak egy picit, hazudunk egymásnak, pedig frankózhatnánk kicsit. Yeah. Fölfutott itt nekünk az élesztőnk, úgyhogy ezt szépen hozzá is adjuk. Jó, kikapargatjuk. És akkor, hogyha a tésztánk nagyjából látjuk, hogy kezd összeállni, akkor fogjuk hozzáadni majd az olvasztott vajat. Aztán pedig meleg helyre, mivel sajnos most már nincsen jó idő, mint még nyáron csináltuk, meg tavasszal, hogy ide kiraktuk és megkelt a tésztánk. Sajnos most már be kell vinni a melegre, és hát bent én már fűtök, mert én fagyos szent vagyok. Szépen rárakom a radiátornak a tetejére, és duplájára fogjuk keleszteni a tésztákat. Hogyha ezzel majd megleszünk, akkor utána pedig jövünk, és deszkára borítjuk. Én már utána olyankor nem szoktam a levegőt kinyomkodni belőle, hanem csak nagyon óvatosan elterítem a fánktésztát, kiszaggatjuk, ki fogjuk őket sütni, és azután fogjuk megtölteni majd a mogyorókrémmel. Az van, hogy ezt ilyenkor sajnos ki kell ebből az üvegből szednem, és én meg szoktam egy picit langyosítani, mert akkor sokkal folyósabb lesz az állaga, és könnyebben fogjuk majd tudni a nyomozsákból beletölteni. De természetesen ugyanígy a fánkkal el tudok járni, hogyha bármilyen lekvárral akarjátok megtölteni, akkor nem muszáj a lekvárt megmelegíteni, mert azt nagyon szépen könnyen bele tudjátok dolgozni. Viszont egy nagyon fontos dolog van majd a fánktészta készítésénél még, vagyis hát inkább a kelesztésénél. Én úgy szoktam csinálni a fánktésztát, hogy most ugye belagasztom, elviszem megkelni. Amikor már látom, hogy már eléggé szépen kezd följönni a tészta, akkor gyorsan egyszer-kétszer még átforgatom a tésztát, magyarán átdagasztom még egyszer, de akkor már csak kézzel, egy gyors mozdulattal, 3-4 mozdulattal, és hagyom szépen, hogy akkor keljen meg úgyisten igazából. Én, nálam ez a praktika vált be, és nagyon jó fánktésztát tudunk ezáltal, könnyű, lágy tésztát kapni. Most már a tésztánk egy ilyen kis gombóccá összeállt, úgyhogy szépen hozzákezdjük a vajat csurgatni. És ezzel hagyjuk, hogy hagyd dolgozódjon ki a tésztánk szép, sima hólyagosra. Ennél nagyon fontos, hogy jól dolgozzuk ki, hogyha valaki jó erőben van, akkor az kézzel is dagaszthatja, vagy hogyha valakinek nincsen dagasztógépe, de én nagyon fontos ilyenkor, hogy jó, hólyagos, laza tésztát kapjunk, hiszen ugye minél több levegőt juttatunk a tésztába, annál szebb, annál könnyebb lesz majd a tésztának a szerkezete is. Úgyhogy nincs más hátra, magasabb fokozatra kapcsoljuk, és hagyjuk, hogy kidolgozza. Na, a tésztánkat ezt ki is dagasztotta a gép, hát én dagasztottam egy jó 5-10 percig, mert azt szeretem, mikor jó hólyagos, és a tészta már az edénynek a falától elválik ilyen pókhálószerűen. Úgyhogy most nézzétek meg, tehát nagyjából ilyen az állaga ennek. Ez nem kimondottan az a szallagos fánk lesz, de majd látni fogjátok.
úgyhogy ezt most szépen fogom, egy tiszta konyha rongyal le fogom takarni, és rá fogom tenni a radiátornak a tetejére, hogy meggyorsítsam a keresztési folyamatot. Amikor már látom, hogy szépen kezd mekelni, akkor fogom, át fogom még egy kicsit dagasztani a tésztát, egy pár gyors mozdulattal, aztán utána szépen visszatakarom, melegre teszem, és hagyom, hogy teljesen megkeljen. Utána pedig jövünk, és elkezdjük csinálni a fánkot. Addig átadom viszont Emiliónak a terepet, aki egy nagyon-nagyon finom francia étellel fog kedveskedni nektek. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Le naufrage, ma vie est un peu creuse. Et toi, es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop. Je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverser le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé. On a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Sziasztok, Emilio vagyok, és egy nagyon komoly francia étel, jellegű étele szeretnék kedveskedni nektek, önöknek, ami egy sertés szűzet fogom megcsinálni, és egy nagyon komoly pürével fogom ezt állalni. Na, én betettem már a karfiol darabokat a sós vízbe, itt vannak a karfiolok. Apróra felvágtam a karfiol rózsákat, és benne van a vízben. Amit most félre is fogok tenni, amit ide teszek. Na, serpenyőmet föltettem, hagyd forrósodjon, ez kell neki. Közben gyönyörű húsunk van, három darab szűzérme érménk van, amit most meg is fogok csinálni. Itt vannak az érmék. Ami nagyon fontos, szoba hőmérséklete a hús, mert én már ezt kitettem melegedni, és ezt besózzuk a szűzérménket. Minden oldalát, másik oldalát. Borsózzuk a húsunkat is. Fekete, ebbe az esetben fekete bors, de ha van színes borsa, az még jobb. Megborsózzuk finoman őket. Másik oldalát is. Gyönyörűen. Minden oldalát. Megtettük a fűszerezés. Gyönyörű békön szalonnáim vannak, gyönyörűek. Jó zsíros, húsos is. Ebben az esetben én az érméket begöngyölítem a drága békönünkbe. Ez így is fog kinézni. Serpenyőn közben melegszik. Közben az érméinket
göngyöljük a szalonnával, a bacon szalonnával. Itt egy kabátot tennénk rá. Meg is van a három érmünk. Most küldök nektek egy zenét. Nagyon jó barátomtól, a Majkától jöjjön egy dal, csókolok benneteket. 8 enger, 520 ló, repesztek bele az éjszakába. Úgy szágul a brigád velem, hogy aki gyorsan mennek is állnak bátja. 9 év padló gázza, ki lesz az, aki a nyomunkba ér. Díjak, sikerek, dupla telt háza, aki nyomnám baszott, de nem jó a fény. Nézem a kocsikat mellettem, majd túráztatják üresbe. Csak úgy csillog, villog a kasztika, náluk a fényezés, náluk a motorika. Nincs megállás, csak fél idő van, van még ebből egy második kör. Jutalom, játék, koncert, karácsony, akkor is nyomjuk a fonnyad a bőr. Majdnem 10 éve mondták egy nyári a banda. Lejóhorgász behetett, fogtam a fejemet, készen is volt már a csapda. Nem akartunk sláger, valahogy mégis mindig egy ország fújta. Az hagyján, de mellé volt egy pár csóka, aki a stílus csorta. Vitteltek az évek, közben a diaktól majdnem leszakadt a polc. Azért kamásztak minket a srácok, mert őszintén tudtuk és sosem volt póz. Volt részünk mindenbe, de egy férfi mindenről nem beszél. Megkerülhetetlenné váltunk mi ketten, de tudjuk a szabad csak szembeszél. Majka után vissza is jöttem. Na most ennek a húshoz kell egy kis fegyver. Ennek a fegyvernek a neve fogpiszkáló. Össze... Tetszik látni? Átszúrtam, hogy a bacon szalonna sütéskor ne távozzon a bacon szalonnáról, vagy a szűzérméről a bacon szalonna ne távozzon. Szépen átszúrjuk ezeket. Gyönyörűen maradjon. Meg is vagyunk. Na. Ezzel meg is vagyunk. Serpenyünk elég meleg most. Most ezt a kis kocka vajat. Gyönyörűen. Bele is tesszük. A húsunkat én már bele is teszem. Jöjjön rá a kis kéreg. A vajba belemártom, és úgy teszem külön. Iszonyatos jó illat van. Másik oldalát is megforgatom majd. A vajunkkal, közben amíg fölolvad, locsoljuk. Ez egy olyan hús, amire oda kell figyelni. Természetesen nem hagyhatjuk magára, mert folyamatosan hőkezelni kell, és oda kell figyelni. A vaj átjárja a kis szűzérménket. Ebben az esetben. Hát ez most egy ilyen főzés, amit folyamatosan locsolni kell. És fedőt ráteszünk, hogy
átjárja, átmelegedjen az egész húsunk. Meg is nézzük, megfordítjuk. Oda néztek, gyertek, nézzétek meg, milyen szép kérgelek. Most már, ó, gyönyörű lesz. Ja. Gyönyörű. Á, ennél szebb nem is lehetne. Ó, ez szuper. Szuper. Vajjal locsoljuk a másik felét. Szuper. Elég vastag az érmény. Azért kell, hogy jó átsüljön, figyelni kell erre folyamatosan. Meg is vagyunk, most a húsunkat le is tesszük pihentetni. Hagy pihenjen, kell a húsunknak a pihenés. Na, most visszatesszük, mert most egy nagyon finom, az egyik kedvenc pürém, megmondom őszintén nektek. Az egyik kedvenc pürém ez. Karfiolt nagyon szeretem. Karfiolt. De most megbolondítom egy olyan fűszerrel, mondhatom fűszernek, gorgonzola sajt, ami krémessé teszi, egy kicsit bevadítja az ízét. Ez eszméletlen jó étel lesz. Ez eszméletlen jó étel, ezt így lehet, aki fogyókúrázik. Rengetegen írtok, és nagyon köszönöm nektek tényleg, hogy hogy fogytam le. Hát elkezdtem az edzést, hogy válaszoljak a kérdéseitekre. Elkezdtem az edzést, és ilyen ételeket eszek például, mint az ázsiai konyha, húst, pürével, köreteket nem eszek. Ha van egy olyan nehéz kaja, akkor Cola Light-tal iszok, de víz, nagyon sok vizet iszok, és azt ajánlom, hogy kitartás, és meg tudjátok csinálni. Na, most a pürén már a víz egyre kevesebb. Ezt most hagyjuk, hagy följön le róla. Ez egy sós víz, és már elég puha püré, meg is kóstolom. A karfiolunk még nem püré, majd csak lesz belőle. Elárulok nektek valamit, a vízbe még tettem egy kis citromlevet, legyen egy kis sava az egésznek. És nagyon finom lesz ez, nagyon finom lesz. Be fogom húzni majd tejszínnel. Nagy brutál jó étel is, tényleg nagyon különleges. Ha ezt nyugodtan ajánlom, egyszerű és nagyszerű étel, csak oda kell figyelni rá, például a húsunkra is, hogy most ott pihen a kis szűzérménk. Gyönyörűen a békön is átsült finoman, ahogy kell. Na. Még egy 2 perc. Erre oda kell figyelni, mint mindig. Na, visszatérve, életmódot változtattam, nem fogyókúráztam, hanem tényleg életmódot változtattam. Tina is most már több mint 20 kilót fogyott, és próbálunk úgy enni, hogy a kalóriamentes, minél kalóriamentes legyen az étel. Nagyon fontos, és azt mondom nektek, hogy egy héten egyszer kell bűnözni. Én is valamikor egy sütit benyomok, vagy egy szelet, karé kenyeret megeszek, vagy egy jó tört krumplit hagymással megeszek, kell is az, mert a szervezetnek kell a szénhidrált dolog. Nem vonhatjuk meg az agyunktól a szénhidráltat, úgyhogy kezdjétek el minél hamarabb. Látjátok, én már
80 kiló vagyok. Ennyi, az, ennyi nagyon ritkán voltam. 80 kiló. Sőt, nem is tudom, hogy mikor voltam már. Van annak már 20 éve, vagy 30 éve. Na, nos, levesszük a karfiolunkat, elkezdem földolgozni a pürét botmixer segítségével. Tesom, csak te meg én, nem is kell ide más mellénk, nem állhat senki közénk, nem érhet senki fölénk. Igen, csak te meg én, nem is kell ide más mellénk, több felé nem osszuk a pénzt, ettől ilyen dög a zenénk. Hú-lá-lá-lá-lá-lá, még egyet húzunk rá, azaz testvér, ne sajnáld, gyorsan még egyet adjál. Hú-na-na-na-na-na, húzunk még egyet rá, mielőtt még megbánnám a jackhez gyorsan hozkólát. Lilla, lilla, a szellemá, testvérem megcsináltuk, a nemünket kiáltják. Elhamdul, lilla, lilla, a szellemá, nézd csak, hogy rázzák, dúdolják, úgy imádják. Még van egy bulink, ahol vár ránk egy két spanom, hogy feldobjuk a hangulatot. Még bírom, tesó, benne vagyok, ha úgy akarod, csak ígyunk még egyet és kocz, majd a kocsiban is folytatom. Hú-lá-lá-lá-lá-lá, még egyet húzunk rá, azaz testvér, ne sajnáld, gyorsan még egyet adjál. Hú-na-na-na-na-na, húzunk még egyet rá, mielőtt még megbánnám a jackhez gyorsan hozkólát. Imádom ezt a pürét. Egy kis tejszínnel behúzom. Jó minőségű tejszín. Gyönyörű! Gyönyörű! Ó! Micsoda illat, Úristen! Na! Meg is vagyunk ezzel. De még nincs vége. Mert visszatesszük melegedni a pürénket. És most jön a különleges fűszer, hölgyeim és uraim. A kis gorgonzolánk. Ez egy jó minőségű gorgonzola. Tina nagyon szereti a gorgonzolát. Nézzetek ide! Tiszta krém belül, látjátok? Tiszta krém belül a sajt. Most én vágok egy darabot bele, és ezt bele is teszem. Hú! A pürénkbe. Azt a mindenit. Ezt most inkább nem mondok semmit. Az az illat, a karfiolba, a gorgonzola sajt,
a tejszín, a... Gondoltam bele, hogy egy kis vajat teszek bele a textúrájába, de annyira krémes ez a gorgonzola sajt, hogy vétek lenne, tényleg. Hát ez önmagáért beszél. Nem akarom túl még egy sajtot beletenni, mert akkor elvenni a karfiol az ízét. Ez pont elég volt ez az arány. Hát nézzétek, milyen krémes a gorgonzola sajt és a karfiolnak, meg a tejszínnek a... Na, ráteszek egy kis kakaót. És mielőtt tálalnék, jöjjön az én drága szép bátyám. Bódi Gusztitól egy dal. Guszti bátyám, nyomjat nekem, amíg tálalok előtte. Csókolak. Májusi, májusi, se. Hát vissza is jöttünk Bódi Guszti bátyám után. Na, kész a pürénk, a húsunkat fel is tálalom a püréhez. Egy kis barzsamecetet szórok a tányérunkra. Mindenkinek nagyon finom, jó étvágyat kívánok. Ez egy nagyon komoly étel, fogyókúrás, kalóriában jó. Úgyhogy csókolok benneteket. Van itt nekem egy ilyen kis kiszúróm, és ilyen kis mini fánkokat el fogok kezdeni kiszúrni. Fánkokat kisütöttem, csak utána fogom majd a magyarokrémet egy picit meglangyosítani, és utána fogjuk töltögetni őket. Jaj, de szeretem a csőben sült karfiolt, és soha nem csinálok valahogy. Miért? Nem tudom, hogy kimarad az életünkből, tudod, pedig nagyon szeretem. Tudod, mert csövesek vagy. Az is lehet, mondjuk, igazad van. Ilyenkor nagyon egyszerű, egy ilyen nagyon pici kis hegyes csillagcsövet választottam, ketté török egyet, hogy nézzük meg, hogy milyen lett a belseje. Nagyon jó. Oda nézzetek. Na, meg is kelt nekünk itt a fánktésztánk. Gyönyörűen megdagadt. Közben, hogy elmondtam, az első 5-10 perces keresztés után átdolgoztam a tésztát, majd hagytam, hogy gyönyörűen megkeljen, úgyhogy most szépen lelisztezzük a deszkánkat, hogy ne ragadjon le a tésztánk. És ki is borítjuk a deszkára. Én már ilyenkor, ahogy elmondtam, nem szoktam kinyomni nagyon belőle a levegőt, hanem csak úgy kézzel fogom egy kicsit ellapítgatni, és akkor az olajat azt közben elkezdem hevíteni. Látni, hogy szép hólyagos levegős a tészta, és akkor van itt nekem egy ilyen kis kiszúróm, és ilyen kis mini fánkokat el fogok kezdeni kiszúrni. Amit kiszúrtam, azt ide a deszka szélére teszem, hogy ott hadd pihenjem. És ha mindet kiszúrtuk, akkor elkezdjük kisütni őket, és a legvégén pedig majd a mogyorókrémmel fogjuk megtölteni. Igyekezzünk úgy szúrni, hogy minél kevesebb legyen a leeső rész, mert én már ilyenkor a fánktésztánál nem szoktam összegyúrni
a maradékot még egyszer, mert az már nem az igazi, az már olyankor megkeményedik, és inkább mindig arra ügyelek, hogy úgy szúrjam, hogy kevesebb legyen a vesztesége a tésztának. Megnézzük az olajat, hogy kellően melege. Én ilyenkor mindig egy kis próba tésztadarabbal szoktam nézni, hát ez még közel sincsen a meleghez. Úgyhogy a kicsit feljebb veszem még a tűzhelyet. És miután a fánkokat kisütöttem, csak utána fogom majd a mogyorókrémet egy picit meglangyosítani, és utána fogjuk töltögetni őket. Jó, hát itt egy pár másodperc, amíg az olaj felmelegszik, és akkor már sütjük. Nem felmelegedett, úgyhogy el is kezdhetjük sütni a kis fánkokat. Szépen beledobáljuk az olajba őket, és akkor ügyelve fordítgatjuk őket, hogy leégjenek. Úgy mi, első körben ennyi elég is. És akkor szépen mind a két oldalát aranybarnára sütjük. Van amelyik, némelyik kis golyó nem akar átfordulni, mert olyan szép kis gömbölc lett. Már látni, hogy ha ilyen szép aranybarna lesz a másik oldala is, akkor lehet őket kiszedni az olajból. 2 perc, és már jó kis. Olyan kis gombocok lettek, hogy így ügyelek arra, hogy úgy próbálom fordítgatni, hogy mindegyik oldala egyformán szép barna legyen. Jöhetnek is ki az olajból. És akkor jön a következő adag. Biztos ezzel megalázlak, de ne tévesszem, meg a látszat, nem én kezdtem, levadáztak. Nem szerettem egy percre sem, esküszöm, most befejeztem, visszaírok, hogy ne keressen. Nehogy ez a botlásom valamit is elroncson. Veszek egy kiabály, valamit mondj. Ezt iszonyúan sajnálom, de az fontos tisztáznom, hogy ami neked is, az nekem is ugyanúgy fáj. Sohasem hazudok már. Mostantól ez a szem nem igéz mást, mást. Mostantól ez a kar nem ölel mást, mást. Mostantól ez a test nem akar mást, mást. Mostantól. Na, tehát miután kisültek a fánkok, a mogyorókrémet egy picit megmelegítettem, hogy könnyebben folyósabb legyen, és könnyebben meg tudjam tölteni vele a kis fánkokat. Ilyenkor nagyon egyszerű, egy ilyen nagyon pici kis hegyes csillagcsövet választottam, fogjuk, és akkor mindegyik kis fánkunkba töltünk egy picit. Y los quiero conocer con su trova fascinante que me la quiero. Na,
elkészültek itt a, én meg már a meg kis fánkok, Emil már meg is kóstolta az egyiket, de ketté török egyet, hogy nézzük nagyon meg, jó, hogy milyen lett a belseje. Nagyon jó. Oda nézzetek. És megvan, töltve. Lával is, úgyhogy nagyon fő. Vivi, kérsz még egyet? Adható? Ja, még ott van az is? Ha jó, egy picit én is török belőle, de csak muszáj, egy nagyon-nagyon picit, hogy megkóstoljuk mégis, milyen lett. Én még a maradék tésztát egy kis, van, meglocsolja bátran. Szerintem ez nagyon finom lett. Úgyhogy próbáljátok ki ti is, süssétek le, főzzétek le az általunk elkészített ételeket. Hogy ízlik? Jó. Akkor jó. De donde serán? Serán de La Habana. Serán de Santiago. Tierra soberana. Mamitas son de la loma. Y cantan en llano. Vamos a ver. Sziasztok! Ma is kiválasztottunk, sziasztok, az általatok beküldött ételfotókból hármat. Az első, akire a választásunk esett... Szalai Kati, Kata, szénhidrát csökkentett hamburger. Na, jól néz ki. Szerintem biztos, hogy ilyen szénhidrát csökkentett tésztából készült a hamburger, úgyhogy gusta. A második, ő pedig Lukácsné Margó, ő kacsacombot készített csőben sült karfiollal. Ja, de szeretem a csőben sült karfiollt, és soha nem csinálok valahogy. Miért? Nem tudom, hogy kimarad az életünkből. Tudod, pedig nem csinálom, mert csövesek vagy. Az is lehet, mondjuk, igazad van. A harmadik, ő pedig Vargáné Barta Mónika, azt írta nekünk, hogy szia Tina és Emilio, szép napot, mai menü borsóleves, azt is nagyon szeretem, rántott csirkemell, krumplipüré és kelkáposzta főzelék. Ez egy klasszikus. Ez egy klasszikus. De nagyon jól néz ki. Gratulálunk nektek, és továbbra is küldjétek a Drága Családom Facebook oldalára a recepteket, és mi pedig bemutatjuk őket, és viszont láthatjátok a saját receptjeiteket és a saját ételkreációitokat az adásban is. Minden este tartsatok velünk továbbra is a Sláger TV-n. 18 óra. 55-kor mi itt leszünk. Sziasztok! 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 Hát Isten hozott bennetek! Köszönjük szépen, megérkeztünk! Zöld szalagos a kalapom, jaj! Hoppá! Sárga csizmám puha, mint a baj, jaj, jaj, jaj. Elkezdek most edzegetni. Hol? Hát itthon. Most zárt be a terem. Itthon te! Hát ne itt hazudni! Emil, amikor a jóisten az önbizalmat osztogatta, valószínű, hogy háromszor állt sorba. Lesz még nyár a szívemben, élni kell. El kell mondanom neked olyan dolgot, amit nem mondtam el neked. Igen. Jaj, úgy szeretlek, vakuljak meg, úgy szeretlek.